He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making szám, akkor így ez a következő fogásokat kell ismerni. A fiszmol, ámol, édúr, igazából ez a verszakoknak, a verszak zárósorának a három akkordja, de ugye maga a dal egy vokális bevezetővel kezdődik, és a hangszerek az utolsó sornál kapcsolódnak be, a Making All His Nowhere Plans for Nobody. Maga a verszak egyébként, ugye a második verszaktól már végig zenekari kísérlet van, tehát a verszak maga az E-dúrral kezdődik. B-dúr, pontosabban H-dúr, angol jelölés szerint B. A-dúr. E-dúr. És akkor az utolsó sor, mi szó volt? Fiszmol. Az átvezető résznél van egy kicsit trükkösebb akkord, amit jó alaposan ki kell gyakorolni, hogy az ember ujjai hamar odaérjenek, ez pedig a gismol. Ugye a gmol az így néz ki, és a gismol az egy fél hanggal följebb van, tehát az összes ujjunkat el kell csúsztatni. Igen ám, de az első húron ezt a bundot, tehát a g-húrnak az első bunyánál le kell fognunk a húrt, ami pont egy gisz. Ez azt jelenti, hogy azzal az ujjunkat, amit eredetileg itt a gémonál használtunk, azt ide föl kell tennünk, tehát az összes ujjunk csúszik egyel, úgymond, tehát a fogás, tehát ugye ez ide lejön, ez ide föl, és a kis ujjunkat is igénybe kell vennünk, tehát ez egy elég nehéz akkord, legalábbis kezdőknek, tehát ezt alaposan ki kell gyakorolni, így néz ki a gismolnak a lefogása. Ugye most így nem tudom lepöngetni, mert az ember nem így tartja a kezét, én csak mutatom az akkordot. Tehát ez lefogva ugye valahogy így néz ki, de lehet ezt bárébe is fogni. És ugye ebbe az a nehéz, hogy a gismol itt az A-dúrral, illetve a fiszmollal váltakozik az átvezető részbe, és idővel oda kell érni az akkordváltáshoz. Nem a legszebben fogtam le. Tehát így érdemes gyakorolni az akkordváltást. Oda tenni az ujjakat, csak ezt a kettőt, az A-dúrt és a gismolt alaposan kigyakorolni. Átvezető rész utolsó sorába egy fiszmol következik, majd A-dur, és kezdődhet erről a verszak.